Buli, pénz és agresszió, így jellemezte Magyar Péter legutóbbi botrányát a Magyar Nemzet. A Tisza párt alelnöke nemrég egy fővárosi szórakozóhelyen ittas állapotban nőket zaklatott és vitába keveredett többekkel, ami miatt végül kidobták őt a biztonsági őrök. A lap emlékeztet rá, a botrány nem sokkal azelőtt történt, hogy a Tisza párt alelnöke átvette európai parlamenti mandátumát, vagyis Magyar Péter a választások után sem nem sokáig tudta leplezni valódi karakterét. Nők lábai között átbújás, láthatóan illuminált állapot, és Magyar Pétert a nyakánál fogva kivezető biztonsági őrök. Így telt az ellenzéki pártvezér csütörtök estéje az egyik felkapott belvárosi szórakozóhelyen. A politikus szemtanúk beszámolója szerint nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után órákon át agresszívan viselkedett. A körülötte lévő nőknek szexuális ajánlatot tett, majd miután ezt a hölgyek férfi partnerei számon kérték rajta, velük is szóváltásba keveredett. A botrányt több vendég is rögzítette, Magyar Péter egyiküktől erőszakkal el is vette a telefont, miután állítólag kétszer arcon ütötte a férfit. Ekkor léptek közbe a biztonsági emberek. Mutatjuk azt is, hogyan távozott Magyar Péter, miután kidobták a klubból. A politikus tántorogva, hátrafelé tekintgetve indult el a rakpart irányába, ahol szintén szemtanúk beszámolója alapján a Dunába dobta a korábban ellopott telefont. Az esetről tudósító riposzt szerint távozása közben tráger szavak kíséretében azt kiabálta, hogy bezáratja a helyet, mert ezt kapcsolatai révén megteheti, és azt is, hogy ez fent lesz az interneten. Majd megbánod még ezt, óriási botrányt csinálok ebből. Ezek a szintén Magyar Pétertől származó mondatok abban a rendőri jegyzőkönyvben szerepelnek, amelyet a Varga Judittal folytatott egyik veszekedése után rögzítettek a hatóságok. A jelentést író rendőr Magyar Péter csütörtöki botrányához kísértetiesen hasonló idézetekről és viselkedésről írt. A rendőr beszámolója alapján Magyar Péter a vita során Varga Judittal, idézzük, végig agresszívan és egyre hangosabban kiabált, fenyegető és megfélemlítő módon. Azzal fenyegette, hogy azonnal hívja az összes befolyásos ismerősét a médiában és a Facebookon is élőben bejelentkezik. Ha itt vagy a templomba, gyere ki! Magyar Péter a kampányban is többször fenyegetőzött. Volt, hogy a mise alatt kiabált be a templomba egy polgármesternek, majd a távozó civil híveket is zaklatta. Mit mondott a plébános úr a templomban? Szégyeljék magukat, nem leszünk annyira békések. Egy másik alkalommal azt hangoztatta, hogy a Hősök terére szervezett tüntetésen sem ő, sem a szimpatizánsai nem lesznek békések. Jó napot kívánok, a propagandát köszöntsék és a magyar nemzetet! Magyar Péter nem egyszer az újságírókkal is támadó stílusban beszélt, csak azért, mert kérdezni próbálták őt. Legjobbakat, Németh Sándort üdvözlöm, minden jobb. Lehet, hogy iszunk egy sört? Többször fotózták le alkoholfogyasztása közben is, például a Vértanúk terén, a Kossuth téren, vagy az egyik parlament melletti étteremnél. Buli, pénz és agresszió. Az ellenzéki pártvezér mostani botrányáról ezzel a címmel ír a Magyar Nemzet. A lap szerint már az is árulkodó, hogy Magyar Péter olyan helyen bulizott, ahol 150-250 ezer forintért lehet vásárolni egy üveg pezsgőt. De Magyar Péter agresszív természete is egyre inkább kirajzolódik a közvélemény előtt. Hozzáteszik, a botrány nem sokkal azelőtt történt, hogy a Tisza párt alelnöke átvette európai parlamenti mandátumát, vagyis Magyar Péter a választások után nem sokáig tudta leplezni valódi karakterét.